A jól sikerült első NB3-es szezont követően is a biztos bennmaradást célozta meg a sényői futballcsapat azzal, hogy lehetőleg egy számjegyű helyezést érjen el. Nyáron némileg átalakult a játékos keret, 5 új szerzeményt építhetett be az Imrő László Fiumei Viktor edzőpáros. A sényű döntetlenekkel kezdte a bajnokságot, aztán jönni kezdtek a győzelmek és a vereségek is. Az őszi szezon második fele sikerült jobban a csapatnak, így 8 győzelemmel, 5 döntetlennel és 3 vereséggel, a negyedik helyen álló ESMTK-val azonos pontszámmal az 5. helyen töltik a téli szünetet kapacináik. Az utolsó 7-8 forduló az nagyon jól sikerült, igen, nagyon sok döntetlent játszottunk az elején. Volt egy jászberényi vereségünk, ahol nagyon sima vereséget szenvedtünk a jászberénytől, és onnantól kezdve gyakorlatilag nagyon-nagyon jó formában lendült a csapat. A sényű a bajnokság mellett a Magyar Kupa országos főtábláján is játszott 2 mérkőzést. A jászberény búcsúztatását követően az NB1-es Mezőkövesdel szemben esett ki a kupából az NB3-as gárda. A később törölt Ózd elleni találkozóval együtt összesen 19 tétmeccset játszott ősszel a sényű. Most mindenki a jól megérdemelt pihenőjét tölti. Úgy gondolom, erre szükség is van, mert eléggé hosszúra nyúlott ez az őszi szezon. Játszottunk ugye 17 bajnoki mérkőzés, valamint 2 kupameccset, és ugye a tavaszi szezon ezáltal egy kicsit rövidebb lesz, mivel még ráadásul az Ózdot menet közben kizárták, ezért tavasszal csak 12 mérkőzés vár ránk, úgyhogy kevesebb lehetőség lesz a pontszerzésekre, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenképpen jól jött az, hogy azért ősszel csipegettünk elég sok pontot. A felkészülés január 16-án kezdi a sényű. A játékos keretben nem várható jelentős mozgás, esetleg egy új futballista érkezhet a csapathoz. A tavaszi rajtig 10 edzőmeccset játszik majd a sényű, ahol továbbra is egy egyszámjegyű helyezés elérése a cél.